499. nap Tegnap sok frissítés érkezett a Herszó régióból. Miután végrehajtották a régóta várt rakétacsapást az ukrán hídfő ellen, az oroszok lassan rájöttek, hogy ez nem változtatott a helyzeten, és az ukránok tovább folytatják a tervezett műveleteiket. A kudarcuk orvoslására az orosz légierő úgy döntött, hogy FAB 500-as légibombákkal támadja a területet. Az oroszok pehjére a pilóták nem végeztek jó munkát, a bombák céltévesztettek, ezért ez a művelet szinte teljesen kimaradt a médiatérből. Ekközben az ukránok folytatták a csapatok és felszerelés felhalmozását, hogy hatékonyabban tudjanak ellenállni az orosz támadásoknak. Mivel ez közvetlenül a sorozatos csapások után történt, az orosz hadvezetés azt feltételezte, hogy az ukránok azért pumpálják kétségbe esetten a katonáikat a hídfőbe, hogy kompenzálják a veszteségeket és megtartsák a hídfőt. Ezért az oroszok mindössze egy T-72-es harckocsit küldtek ide azzal a céllal, hogy rombolja le azt, ami az ukránokból és az ukrán állásokból megmaradt. A becslések azonban nem is állhattak volna távolabb az igazságtól. Az ukrán felderítő csapatok gyorsan észrevették az előrenyomuló nyomuló orosz harckocsit, az információt továbbították az ATGM-ek legénységeinek, amelyek aztán gyorsan készelétbe helyezték fegyvereiket. Abban a pillanatban, amikor az orosz harckocsi elfoglalta a tüzelőállást, azonnal ukrán rakétát kapott. A tank és a legénység túlélte a találatot, és menekülni kezdett, de azonnal kaptak egy második rakétát hátulról. A páncélos kritikus sérüléseket szenvedett, és lehajtott az útról. Miután az oroszok egyértelmű jelzést kaptak arról, hogy az ukránok nem veszítették el harcképességüket, az orosz parancsnokság újabb támadás tervezésébe kezdett. Hamarosan kiterjedt tüzérségi előkészületeket indítottak az ukrán hídfő keleti része ellen. Ezek az akciók lehetőséget adtak az oroszoknak arra, hogy behatoljanak a régióba és megkezdjék a támadó akciók végrehajtását. Erre a célra az oroszok a jelentések szerint több páncélozott harcjárművet és egy harckocsit használtak. A tank állítólag távolról nyújtott tűztámogatást, hogy ezáltal minimálisra csökkentsék egy újabb páncélos elvesztésének esélyét. Orosz források azonnal beszámoltak arról, hogy a felvonulás sikeres volt, és az orosz támadó egységek magabiztosan kezdték kiszorítani az ukránokat. Eleinte az ukránok gyorsan teret vesztettek, azonban egyszer csak váratlanul megfordult a kocka. Abban a pillanatban, hogy az oroszok a híd közelébe értek, elsöprő tüzérségi tűzzel találták szembe magukat. A támadók rájöttek, hogy kelepcébe kerültek, és megpróbáltak áttörést elérni. Ezt a kockázatos lépést a fegyenc Storm Z különítményre bízták, amely főleg néhai elítéltekből állt, míg a 205. és a 61. dandár katonái a házakat tisztogatták. A kockázatos vállalkozás nem vált be. Miután az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek, megkezdték a visszavonulást. Az orosz parancsnokság úgy döntött, hogy megkettőzi csapatai létszámát, és nyitott egy második fő előrenyomulási tengelyt. Emögött a döntés mögött az a feltevés húzódott, miszerint ha az ukránok a hittó keletre ellen támadnak, akkor a hittól nyugatra gyengéberőkkel tartják az állásaikat. Orosz források arról számoltak be, hogy ez a hadművelet gyorsan elakadt, és a katonák nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Később ukrán források arról számoltak be, hogy a lehallgatott rádióbeszélgetésekből kiderült, hogy légi támogatás nélkül a csapatok nem voltak hajlandóak tovább folytatni az öngyilkos akciót lehetőleg Fab 500-as légibombával végrehajtott támadást kértek a területre. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a csapás nem fog megtörténni, és az orosz erők fokozatosan elkezdtek visszavonulni, miközben hátukba folyamatosan atgm kaptak. Összefoglalva, az ukránok sikerrel csalták egy olyan csapdába az oroszokat, ahol az agresszor kitette az oldalát a folyó túloldaláról érkező tűznek. Az orosz elemzők a parancsnokságot kezdték hibáztatni a rossz tervezésért és az azt követő sikertelen hadműveletért. Az ukrán védelmi miniszter helyettes kommentálta a helyzetet, és kijelentette, hogy az Antonivsky híd környékén zajló heves harcok után az ukrán erőknek sikerült jelentős veszteségeket okozniuk az ellenségnek, pontosabban aznap az ukránok 50 orosz katonát, 23 páncélozott harcjárművet és páncélozott autót, valamint több csónakot és drónt semmisítettek meg. Az orosz erőforrások ilyetén lecsapolása végül az ellenség erőinek fokozatos kimerüléséhez vezet. Amint ez eléri a kritikus szintet, az ukránok meg fogják tenni a következő lépést, és előre nyomulnak Oleski felé. Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben hallottakat, segíts minket egy lájkal, like kövess minket a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva vagy csatlakozz a támogatói körhöz, és például a Heimars szintől kezdve már a hivatalos, este 8 órai időpont előtt is megnézheted a napi jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.